Szervusztok! A mai nap szerda van. Ez egy rendkívüli bejelentkezés, és igyekszem ma nem hosszú lenni. Mégis fontosnak tartottam, hogy bár holnap csütörtök este 6-kor itt ugyanezen az oldalon egy részletes, a szokásos heti csütörtöki beszélgetést fogok tartani, és ott is említeni fogom ezt a témát. De mégis azt gondolom, hogy ezen a másfél órás csütörtök esti beszélgetéseken a sok téma között a legfontosabbak, azok elhalnak a figyelemből, talán nem a súlyuknak megfelelően kerülnek kiemelésre. Pedig azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami engem 2 éve foglalkoztat, minden nap aktuális, és most novemberben különösen aktuális. Orbán Viktor ugyanis államfő között, igaz, az ő barátai közé tartozó államfők között ebben a hónapban elmondott egy beszédet. Ebben a beszédben gyakorlatilag elmondta, indokolta, hogy milyen lesz az a gondolat, milyen lesz az az indoklás, amit az híveinek megfelelő időpontban majd el fog mondani Magyarországon is, amikor bejelenti, hogy Magyarország vagy és indokolja, hogy Magyarországnak miért kell kilépnie az Európai Unióból, és milyen szövetségi közösséghez kell majd tartoznia. Szándékosan a háttérképet csak Orbán Viktor képével jeleztem, vagy alakítottam meg, és kihagyom a videónak azt a részét, amelyet egyébként nem vágtam meg, amelyen azért feltűnne, hogy hol van ez a veszély. A terveim szerint holnap csütörtök este az eredetit is lejátszom. Most azonban azt szeretném, ha a tényre, a lényegre, az orbáni beszédre figyelnétek. Nap mint nap hallgatom a Kossuth Rádiót, vagy a Kossuth Rádiót, őt is muszáj meghallgatnom néha, a Klubrádiót, és elnézést kérek a Bakiért, és nézem az ATV műsorát. És tényleg úgy van, hogy az ember az korában előre haladott, ahogy halad elő a saját életkorával, egy kicsit veszít abban a képességében, a toleranciájában, hogy még mindig és még mindig a barátaimtól, a baráti beszélgetéseken, az ellenzék politológusaitól, stb. Finoman fogalmazó pártvezetőktől, elemzőktől azt hallom, hogy Orbán Viktor, hát nem, az Unióból ő nem akar kilépni. Valahogy ezek a beszédek mindig nem akarom elhinni, hogy Orbán Viktor az Unió kilépésére készül. De nem készül, több mint 2 éve. Folyamatosan tudja, hogy az, amit ő gyakorol, az a önkénuralmi rendszer, amely arra épül, hogy neki egyedüli uralma és hatalma van. Az az Európai Unióval nem fér össze, a hatalmát azonban átadni nem fogja. Ezért ígéreteket tesz, törvényeket alkot. Most is az Európai Unió előtt vannak azok a törvények, benyújtották, amelyek a jogállamiság helyreállítását jelentenék. Na de ha valóban azt jelentenék, Orbán Viktor rögtön utána az ő bábjaival együtt, Rogán Antalokkal, Szijjártó Péterekkel együtt, mind börtönben ülnének. Ezért ezt oda soha nem fogja benyújtani. A törvényt megalkothatja, hiszen mi jellemez egy diktatúrát? Hogy nem tartja be a törvényeit. Mert neki nem kell betartania, hiszen a törvények betartásáért felelős hatalmi szervezetek mindegyikét uralja. Azok pedig a pirosra azt fogják mondani, hogy fekete, vagy a feketére, hogy zöld. És én mondhatom, hogy feljelentést tettem, és talán meg is kéne ma még tenni, de ő akkor is azt mondja, hogy ez nem fekete, ez zöld. És akkor nincs eljárás. Nincsen, a médiatanácsnak nem kell észlelni, hogy működik mondjuk a Magyar Közszolgálati Televízió. Hallgassátok meg 5 perc. Ha gondoljátok, úgy, mint a korábbi bejelentkezésemet, osszátok meg, hogy minél szélesebb körben legyen. Ha követitek az oldalamat, akkor pedig az ilyen rendkívüli bejelentkezésekről is mindig lesz tudomásotok. Kérem, hogy figyeljetek oda, a legvégén egy nagyon rövid elköszönésre fogok csak visszajönni hozzátok. Önök ismerik a mi földrajzi elhelyezkedésünket, tudják,
tudják tehát, hogy Ukrajna a mi közvetlen keleti szomszédunk. Ezért a háború hatásai óriásiak és azonnal jelentkeznek Magyarországon. Több mint 1 millió menekült érkezett Ukrajnából. Az infláció az egekben van, és sohasem láttunk még olyan magas élelmiszer és energiaárakat Magyarországon, mint most. Mi az Európai Unióhoz is tartozunk. Önök tudják, hogy az Unió súlyos szankciókat fogadott el Oroszországgal szemben. Ezek a szankciók tovább rontják a helyzetet. Az volt a tervünk, hogy a szankciókkal meggyengítjük Oroszországot, és kikényszerítjük a békét. Ennek az ellenkezője történt. A háború továbbra is egyre intenzívebben folytatódik, és nem az orosz gazdaság gyengült meg, hanem az európai gazdaság. A mi európai gazdaságaink nagy sebességgel haladnak a recesszió irányába. Szeretném tájékoztatni a testvéreimet, hogy úgy látom, hogy Európának nincsen önálló akarata, amelyel saját külpolitikát folytatna a jövőben, ezért arra kell számolnunk mindannyiunknak, hogy az Egyesült Államok külpolitikáját fogja támogatni. Ennek pedig egyenes következménye az, hogy az Európai Unióban több évre is kiterjedően súlyos gazdasági helyzettel kell számolnunk. A legnagyobb probléma az, hogy a békét akarók hangja sokkal halkabb azok hangjánál, akik folyamatosan növelik a feszültséget. Én azt látom, hogy az eszkalációs retorika az messze fölülírja a béke retorikát. Azt is látom, hogy a nemzetközi intézmények egyre inkább átpolitizálódnak, beszűkül az értelmes, józan észre alapuló párbeszéd lehetősége. Az Európai Unióban egy eszkalációs spirálban vagyunk. Először úgy döntöttünk, hogy szállítunk fegyvereket, de csak olyanokat, amelyek nem okoznak halált. Utána halált okozó fegyvereket kezdtünk szállítani. Most már európai területen képezzük ki az ukrán hadsereget, és a napokban dönteni fogunk arról, hogy átvállaljuk Ukrajna gazdasági fönntartásának pénzügyi terheit is. Egyre inkább benne vagyunk ebben a konfliktusban. Kedves elnök urak, barátok, ha jól értettem, amit önök mondtak előttem, itt mindannyian a béke oldalán állunk. Engedjék meg, hogy egy olyan ország vezetőjeként, amely közvetlenül ki van téve az eszkaláció veszélyének, megköszönjem önöknek a béke érdekében tett lépéseiket és nyilatkozataikat. Külön kifejezem nagyrabecsülésünket Törökország elnöke iránt, Erdogan elnök úr nevéhez fűződik. A Fekete-tengeri gabonaszállítási megállapodás rendkívül fontos, mert az élelmiszer ellátási válság olyan térségeket destabilizálna tovább, ahol egyébként is gyenge a kormányzati hatalom. Csak a béke tud véget vetni az európai energiaellátási válságnak is. Magyarország energiaellátás szempontjából bár magas árat fizet, de ellátás biztonságunk van. Itt is köszönetet kell mondanom Erdogan elnök úrnak, hiszen a magyar energiabiztonságnak a föltétele az a Törökországon átvezető földgázvezeték, amely az egyetlen teljes kapacitással működő vezeték, amely kelet-nyugati szállítást bonyolít.
Hálásak vagyunk az elnök úrnak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek és meghallgattátok. Én szeretném nektek azt javasolni, hogy ezt többször tegyétek meg. Sokszor olyankor, mikor nem értitek Orbán Viktor egy-egy lépését, pedig akár visszamenőleg is meg lehet nézni az elmúlt fél évben rettenetesen, de az elmúlt két évben. Hogy Orbán Viktor tudja, a magyar társadalomban egy évvel, másfél évvel ezelőtt közel 90%-os volt az unió támogatottsága. Tudja, hogy szinte mindent megtehet, mert a magyar média 90-95%-kal felett rendelkezik kizárólagos joggal, ezért nem érdekes, hogy mi az igazság, azt hazudik, amit akar. És ha azt nagyon sokszor hallják, nem csak a mi közmédiában, hanem a Kesma mintegy 500 média termékében, ha úgy tetszik, szennylapjában, propaganda újságjaiban, akkor előbb-utóbb az emberek azt gondolják, hogy ez így van. De nincs így, de Orbán Viktor ezt megteheti. De azért azt is tudja, hogy van egy-kettő dolog, amit ha most felvetne, akkor valószínűleg a társadalomban egy szikra berobbanna, és Orbán Viktort megbuktatnák. Ezért neki azt a 90%-os támogatottságot előbb jó 50%-a, vagy a körülire, vagy az alá kell vinnie, mert a tábora akkor meg fog maradni, vagy jelentős részében megmarad, többsége van, és egyszerűen, mert a jogi hatalma, a jogi lehetősége a magyar alaptörvény szerint, és a magyar törvények szerint ma is megvan, hogy egyszerűen egy hatal egyedül bejelentse Magyarország kilépését. De méri ennek a kockázatát, és ma túlzott a hatalmát veszélyeztetni. Ezért kell semmi másért, ma már nem Soros Györgyöt, egy szemét nevesíteni ellenségként, mert ellenségre minden diktátornak szüksége van. Hanem most már valakit, aki szimpatikus, akit a magyar társadalom támogat, és ezt a támogatást, ezt az arcot le kell rombolnia. Nem tehet más, azt követően kiléphet. Ezért most már hosszú ideje Brüsszelt, ugye az Európai Uniót, az Európai Unió bizottságát. Most már nem csak Brüsszelt, mint város, hanem az egész Európai Uniót. Ha ezt jól hallgattátok, akkor benne van, hogy Európai Unió már nem működőképes. Korábban Németország már gyakorlatilag nincsen. Posztnyugat van, tehát a Nyugat-Európa tönkrement, hogy mindegyiknél gazdasági növekedés van, nálunk meg visszaesés, ezt le lehet hazudni, ezt nem kell tudni. Hát ki az, aki nézi a nemzetközi statisztikákat? 1%, 2%, vagy netalántán 3%? De ma unió támogatás van. Szeretünk kimenni, hogy dolgozz, kint vannak a gyerekeink, dolgoznak. Szeretünk szabadon utazni. Úgy tudjuk, hogy pénzt is kapunk. Na hát az uniót akkor le kell építeni. És Orbán Viktor tudja, hogy ha esetleg köt is megállapodást, de nem fogja betartani. Ha nem fogja betartani, nem fog jönni a pénz Magyarországra. De miért nem emeljük föl az a pedagógusok fizetését? Mert az unió állampolgárainak az adományait nem kapjuk meg, miközben ők már nincsenek, mi pedig a legsikeresebbek vagyunk, sőt, mi vagyunk a jövő ebben a térségben. De nem érdekes, ezt ő tudja mondani. Minden Orbán itt tettet, amikor ugye elméletileg pénzre várunk, akkor is, és válság van Európában, akkor dupla akkora terhet nyomni a magyar társadalomra, mint a valódi világpiaci ár. Nem jelent semmit. A pénz kell, hogy a dolgot finanszírozza. De a minél nagyobb a szegénység ma Magyarország, annál jobb Orbán Viktornak, mert annál jobban tudom okolni a szankciókat Nyugat-Európákra. A szankciókat, amelyre mindegyikre Orbán Viktor úgy ment ki, hogy az előkészített szankciókat Magyarország nem fogja megszavazni. Volt, hogy magával vitte a magyar parlament határozatát. Majd kint, amikor kint volt, akkor azt mondta, hogy aláírtam, mert mindent sikerült elérnem, amit akartam, hogy Magyarországot ezek a szankciók nem veszélyeztetik.
majd milliárdokat, tízmilliárdokat fordít ma arra, hogy ezek a szankciók a hibásak, nem az ő hibás gazdaságpolitikája, nem a magyar társadalom kirablása, hanem ezek az egyébként nem létező, Magyarországra nem vonatkozó szankciók az egyedüli hibája annak, hogy Magyarországon mindenki másnál magasabb az infláció. Az egész Európai Unióban a magyar társadalom tagjainak a legalacsonyabb a vásárlóereje, legkisebb a megtakarítása. Mi veszítettünk minden korábbi pozitív pozícióból. De Magyarország a minta. Orbán Viktor állítólag mindent tökéletesen csinál. Ezt el tudja adni. De ma még túlzott kockázatnak tartja az unióba való kilépését. Ezért azt kell csak tennie, hogy amit ő elrontott, vagy ami nem elrontott, mert tudatos volt az ország kifosztása, azt az unióra kenje, annak a hatásai, az infláció hatás, az elszegényedése, nem tudok bért fizetni a közalkalmazottaknak, nem azért, mert 1000 milliárdokat elloptam, és ennek a töredékébe kerülne a pedagógus bér, hanem mert az unió nem ad oda nekünk egy pénzt. És a magyar társadalomban ezt egyelőre eredményesen teszi Orbán Viktor, a közel 90% már 80% alatt van. Néhány hónap alatt. Néhány hónap alatt. Ezt Orbán Viktor egyre nagyobb sebességgel fogja rombolni. Ha az uniótól nem jönnek a pénzek, az energiaszámlák, amelyek indokolatlanok, pont 2-3-szorosai a világpiaci árnak, ezeket a számlákat a vállalkozóknak be kell csukni. Unió a felelős. Kizárólag az unió a felelős. Higgyék el, ez a beszéd, ha Orbán Viktort a magyar társadalom fenntartja a hatalmában, ez a beszéd néhány éven belül Magyarországon magyaroknak egy konkrét orbáni cselekedet miatt el fog hangzani. A beszéd eredeti videó hátterét nem vágtam meg a hangot. A videó hátterét holnap terveim szerint csütörtök este 6-kor lejátszom nektek, és akkor akit érdekel, azt is tudni fogja, hogy hol volt ez a beszéd, kiknek mondta el, kiknél ajnározta az világ egyik legerőszakosabb diktátorát, Erdogan elnököt Törökországban. Holnap este 6-kor találkozunk. Aki utólag nézi meg ezt a felvételt, és már túl vagyunk a csütörtökön, minden egyes csütörtöki beszélgetés utólag ugyanígy archívumban megtalálható. Vigyázzatok magatokra, ha úgy gondoljátok fontos volt, osszátok meg, és aki még nem tette, nyomjon rá egy gombot arra a követés gombra. Köszönöm szépen, szervusztok, viszontlátásra!